Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és akkor folytassuk tovább ezeket a digi trippeket, és most pedig a másodikkal fogunk játszani. Na, közben itt láthatjátok, hogy a NPC-k elég furcsa dolgokat művelnek, és furcsa hangokat adnak ki. Hát igen, ők éppenséggel egy mobil applikációval játszanak, ami számukra is ugyanúgy elérhető, mint nekik. Ugye, bent a telefonokon belül. Ez pedig egy olyan játék, hogy ilyen kis szörnyecskéket kell lelőni. Amúgy így megjelennek itt-ott, és azokat kell lelőnünk. Viszont most nem azért vagyunk itt, amúgy az applikáció neve ez az MVZN. Azzal játszanak éppen. Na, tehát akkor mi pedig a digitripek miatt vagyunk itt. Játszottunk a Madness-szel, most akkor a következő, ez az Alone. És próbáljuk ki ezt, harcolj a totális CTOS uralom ellen ebben az Underground Digitrip élményben. Na, akkor kezdjük meg. Új játék. Miután felszabadítottál egy körzetet, fejlesztheted a képzettségeidet a képzettségfán. Na, mint mondtam, hogy ezekkel a digitrippekkel én még nem játszottam, szóval megint most lesz az első ilyen, hogy ezzel játszok. Ez CTOS áramszünet. Elment az áram a városba. Állíts helyre minden generátort a város kivilágításához. És a kérdés az, hogy van-e fegyverem? Nincs fegyverem. Ezt láthatjátok, hogy egyáltalán nincs fegyverem. Vissza kell állítani ezeket a generátorokat. Úgyhogy meghekkeljük őket, de közben jönnek ránk. És sikerült ezt helyreállítanom? Nem. De. Na, csak megijedtem, hogy egyből itt már vége is van. És kezdhetem előről. Mert ugyebár az előzőnél, a Madnessnél úgy volt, hogy kiosztta ezt a képernyőt, akkor vége volt, és akkor újra kellett kezdenünk. Itt viszont nem. Nézzük meg akkor a képzettségfát, mert kaptunk közben egy pontot. Hackkelés telefonod fejlesztésével gyorsabban törheted fel a generátorokat. Szerintem a gyorsaságra kell tennünk, majd nézzük itt. Hátizsák segítségével több tárgyat vihetsz magadra, ezzel növekszik a túlélési esélyed. Itt vannak pisztoly, ebből a fegyverem hatástalanít egy robotot. EMP pisztoly. Az se lenne rossz végül is ám. Mert ugye láttam ezeket a robotokat az előbb, és csak úgy tudtam elkapni, hogyha ráugrottam, és szétvertem a fejüket ugye viperával. Itt viszont fegyvert is tudunk már magunkkal vinni akkor. 50%-kal növeli minden halálos fegyverrel okozott sebzésedet. Na most nagy kérdés, melyik legyen, hogy a gyorsaság, avagy a fegyver. Legyen egyenlőre ez a gyorsaság. Megyünk tovább, mert még úgyis az elején vagyunk, inkább a vége felé lesz szükségünk szerintem ilyen fegyverre. Hiszen be is léphetünk itt az autóba, nem? Így van, beszállhatunk az autóba, és közelebb mehetünk. Mi történt? Jó, hát én megyek és szétverem őket viperával. Az egy kicsit ijesztőek, na. Nem azok a kis békés, nyugodt NPC-k, nem. Szóval egyenlőre én úgy nem is félek tőlük, hogy így megölnek vagy valami, mert... Egyelőre még ilyen ártalmatlannak tűnnek. Szóval csak oda megyek, megnyomom a karikát is, és végük van. Ennyi. Na, nézzük akkor, most már vegyünk magunknak egy fegyvert, ezt az EMP fegyvert. Ja, ideiglenesen hatástalanít egy robotot. Szóval nem megöljük őket, hanem csak hatástalanítja. Oké. Folytassuk tovább. És akkor menjünk vissza az autónkhoz, ez a szutyokhoz,
Na, azért mondom, hogy átugrasz ezen a kis bakra, nem igaz ilyen nehéz lenne számára, de itt vannak még kocsik bőven, szóval nem kell aggódni amiatt, hogyha elhagynánk egy autót. Teljesen kihalt a város, csak ezek a robotok mászkálnak itt föl alá. Ezek mik? Na, ezeket nézzük meg. Ezek valami kis táskáknak tűnnek. És hol vannak? Ezt nem tudom. Itt nem tud fölmászni egyen. Hát igen, nem tudom egyenlőre, hogy ezek mit jelentenek, ezek a táskák. Itt ez az. Na. Na, kiderül mindjárt, hogy meghekkeljük. Gépkarabély lövedék. Aha, van egy alkánk. Amiben van kemény. 45 lőszerünk. És itt az MP viszony, ami gondolom ilyen nem kifogyhatatlan. Erre van még egy ilyen táska. Elfutunk, akkor azt is felszedjük. Remélem ez már nincs itt a magasba fölrakva valahova. Nem, ez itt van lenne a földön. Ki is nyitjuk. Kaptunk megint egy alkát és lőszert bele. Jó, ennyi elég lesz, nem fogom itt most végigjárni a várost ládákért. Menjünk akkor a következő generátorhoz. Hát így eléggé gyenguska így az elején a játék. Ez a Digitrip. Ja, most belépünk ebbe a zónába. Az autón kapásból le is állt. Na, nézzük ki ezt az EMP pisztolyt. Megbénítottuk, láthatjátok. Viszont most próbáljuk ki az alkát, hogy az mit a... Ja, viszonylag könnyen meg lehet ölni vele őket. Azt is láthattátok, hogy nem kellett beléjük tumkolni 5 golyót, hanem 1-2-ben már meg is haltak. Ő viszont nem. Lehet, hogy itt is különböző nehézségűek, hogy megvan szabva, hogy például sárga, fehér, kék, vagy nem tudom, egyelőre még nem írt róla nekem itt a játék, és meghaltunk. Meghaltunk, nem voltunk eléggé elővigyázatosak. Meghaltál, vigyázz, fejlettebb robotokkal könnyebben észrevesznek és nehezebb hatástalanítani őket. Na most kérdés, hogy újra, vagy pedig ugyanonnan folytatjuk tovább a játékunkat. Így, láthatjátok itt előttem ezt az erőteret, vagy nem tudom minek nevezzem. Ezt a burkot. Hogyha bemegyünk a burokba, akkor jönnek a robotok. Meg így elváltozik az idő is. Aha. Szóval ők így ránk világítanak. És ezzel kell vigyázzunk, hogy a lámpájuk elől elmenekülni. Aiden, szállj már ki onnan! Aiden! Ez nem igaz. És így megmakacsolja magát. Akkor se megyek ki a fedezékből, akkor se. Nem mondom neki, Aiden, ki kéne menni, mert jön a robot. De nem, ő nem. Ő akkor is ott marad, és ott áll a fedezékbe. Közben ezek hátulról elkap minket ez a robot. Sárga fénnyel világító robotok keresést futtatnak. Nem tudtam még olvasni, mert későn kezdtem el. Szóval valami keresést futtatnak. Na, akkor vegyük elő a pisztolyunkat. Akkor jól gondoltam, hogy... Állj! Állj! Nem! Ez már nem olyan egyszerű, mint a legelején, az első kettő. Itt már tényleg figyelni kell ezekre a robotokra, és lehet, hogy nem is annyira jó ötlet így előre futni, hanem így szépen lassan kell egyik fedezékről a másikra ugrálni.
Viszont én meg azt nem szeretem. Szóval az nem az én játékstílusom, hogy így fedezékről fedezékre. Annyira nem. Na nézzük, hol a generátor? Van térképünk? Van. Bizony van térképünk. Na nézzük, ide bebújunk. Aiden, fuss! És láttátok, hogy olyan sokáig nem voltak ezek lebénítva. És a lőszer az fogy, ezek meg egyre többen vannak. És hogyha piros fényt látunk, akkor futni kell, futni! Na, közben egyenlőre előttünk nincs senki. Csak mögöttünk, de láthatjátok, hogy sokkal gyorsabban jönnek, mint mi futni tudunk. Oha. Ne, megint rossz helyre odaránt az aim, figyeljétek. Ugorj rá, Aiden! És épp, hogy megmenekültünk most. Most kijöttünk ebből a... De ezekben már sokkal több golyó kell, mint amennyi az eddigiekbe kellett. És láthatjátok, hogy kemény három töltényen van még. Megpróbálok én ilyen ninja módon itt elmenni mellettük, de nem sikerül. Szóval még nem is nagyon világít rám, de már sebződök, és meghalok. A robotok fegyvereket foglaltak le, és elrejtették őket a városban, talált meg őket. Ugyebár ezek azok a kis dobozok, és abban találhatunk akkor fegyvereket. És most ugyanonnan, megint. Van-e történjünk? Van. Próbáljuk őket fejbe lőni. Hát igen, nem a gyomrát kéne lőni neki, hanem... Aiden, töltsél! Na most fussunk. Nem lehet bemenni. Hoppá. Viszont megöljük őket, ők jönnek folyamatosan ám. Na induljunk. Ott újra van egy lerakva. Lehet nem kellett volna meglőni. Na szuper. Ne! Ah, ez nem igaz. Na szóval, hogyha lehet, akkor ne ingereljük a robotokat. Ha egy módunk van rá. Nem. Sárga fénnyel világít a robotok, keresést futtatnak és azonnal észrevehetnek. Hát ezek minden színbe világolnak már, szerintem már ilyen szivárvány szint fognak lőni a végén, vagy nem tudom. De hogy kékkel, sárgával, pirossal, majdnem ilyen sorrendben is. Szóval amikor már engem ölnek, így szednek darabokra, akkor már piros, fú, piros az egész. De most ilyen közel vagyok és nem lát. Szóval csak a fénybe nem szabad belemenni? Szóval hülye robot az nem lát a háta mögé? Aha. Na nézzük meg. Nem. Ezek hülye robotok. De hogyha az egyik észrevesz, akkor már szerintem a
többi 20 is észre fog venni bennünket. És igen. Az egyik észrevett. És már küld ide a többit, és láthatjátok, hogy ott azt a helyet fogják nézni. Ahol épp leütöttem az előzőt. Az egyiket hatástalanítsuk. Gyorsan kiütjük. Öt, miért nem ütöd le? Éden, üsd már le! Hát nem igaz. Nyomtam neki pedig. Push the button. Nyomtam ezerre. De nem akarta beadni. A fenébe, ott van kapásból előttünk egy. Mellé lőttem? Mellé. De fasza az meg észrevesz, nem? Csak majdnem. Aha. És meghaltunk. Szóval eddig eljutottunk már megint másodszorra. Ellenfél lekapcsolása közben sérül lékenyebb, vagy ilyenkor figyelj a többi robotra. Robotok fegyvereket foglaltak le, jó, ezt már olvastuk. Na, megnézem még egyszer ezt a térképet. Hát ez van legközelebb számunkra. Tehát másik útvonalon nem nagyon lehetne elmászkálni. Jó, próbálkozzunk meg akkor a sima futással, az előre futással. És így szépen kikerülgetjük őket szlalomozva. De mögöttünk, mint láthatjátok, iszonyat gyorsasággal jönnek. És nem lehet elfutni előlük. Hiába próbálkoznánk, nem lehet elfutni előlük. Szóval akkor ez a módszer is meghalt, ezt ti ne próbáljátok ki. Én megpróbáltam, nem esélytelen. Na, akkor egy újabb módszer kell kitalálnunk. Amivel hatékonyabban el tudunk szökni előlük. Közelről megsemmisítenek a vörös robotokna. Ja, be is jöttünk. Újra itt futok tovább. Okay. Te... hogyan? Mögötte voltam. Még ott is jön még egy, persze. Ott a sárga. Ezt lelövöm. Gyerünk. Jó, hát ő is megvan akkor. Szuper. Váltsunk AK-ra, van benne 60 kemény töltényünk. És addig nem lövök én rájuk, amíg el nem kezdenek itt engem üldözni. Megint kapásból itt van, 3 előttünk, meg itt errefele van még egy. Na ne. De most óvatosan lőttem rá. Ne fogyjon annyi lőszerem. Erre ráugrok. Így né. De közben jönnek ám. Na! Nem tudom mi volt, lehet elfogyott a töltény, sőt valószínű. És gondoltam, akkor megyek előre és akkor szétcsapom viperával. Nem sikerült. Pedig most már tényleg jól jöttünk el. Szépen oldalt elsúnyogtunk. Csak így óvatosan.
futás még itt az elején. Úgy, simán elrendezem őt. Szóval jönnek a sárga robotok, ők felkutatják a dolgokat. Hogy hol láttak engem utoljára. Sárga robotoktól nem kell félnem. De valaki jön utánam megint. Persze megint azt kapom el, amelyiket már meg is sebeztem az előbb a pisztolyommal. És ezzel majdnem bajba sodortam önmagamat. A Madness-es játék jobban tetszett, mint most ez. Nekem ez annyira így nem jön be. Lehet másoknak tetszik ám. Csak így nekem van ilyen ízlésem, hogy annyira nem jön be számomra. Azt nem mondom rá, hogy rossz, csak nem az én stílusom ez. Őt is leütöm. Közben jön egy sárga megint. Vagy fene se tudja, nézzétek meg, 8 színbe pompázik. Én már nem tudom, hogy... És ezt hogy lőttem? Egyszerre 2 lőttem el egy golyóval. Ez igen, ez a spórolásám. Közben megint még egy. Nem látom. Na, gyerünk, kapd el. Na, ezen fordul a kamera. Na most mindjárt ott leszünk. Van történjünk? Az AK-ba van. Hack, 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 hack. És megvan. Felszabadítottál egy körzetet. Lón a harmadik körzet, vagyis 3 körzet felszabadítva. Új rekord, új rekord. És akkor képzettségfán kaptunk egy újabb dolgot, nézzük meg. Biztonsági részt kihasználó exploit jelentősen növelik a hackkelési sebességet. Béta jel. Nagyobb távolságból érhetjük el. Na, felszerelés. Több tárgyat vihetünk magunkkal, itt az MP. Öv. Hogy kiiktass minden robotot magad körül. Na, ezt eddig miért nem olvastam én el? Erre nagy szükségünk lehet volna most. És akkor nézzünk tovább, menjünk tovább. Nézzük ki először, hogy melyik lenne a következő alkalmas. Szerintem legyen ez. Bár nem. Mert ez legyen inkább. Ne kelljen visszamászkálni ide a későbbiek során. És már meg is érkeztem? Aha, nem is figyeltem én arra, hogy kapásból már átmentem ebbe a térbe. Na, most ki is fogom próbálni ezt az új EMP övet, amit az imént kaptunk. Állíts helyre minden generátort a város kivilágításához. Most újra kijelölöm. Jó, hát akkor én erre megyek. Nem. Arra kell mennem. De azt kéne figyelnem, hogy hol van ez a tér. Aha, itt. Itt látni, hogy félbevágja. Már nekünk ezt a házat előttünk. Akkor próbáljunk meg minél közelebb menni hozzá, hogy így légvonalban a lehető legközelebb legyünk. Szerintem így. Tökéletesen jó rálátásunk van. 115 méter, ez nem is olyan nagy távolság. Na.
fejbe lőttem jó párszor. Ezt láthattátok ti is. Na nézzük, hogy... mit tud, hát igen, így megbénítja ezeket a robotokat. Viszont... a másikat azt annyira nem bénította le, mert nem volt benne ható körömbe, gondolom én. Elég közel kell menni hozzájuk, hogy így le tudjuk bénítani. Azért egy kicsit veszélyes is ez, hogyha ilyen túl közel megyünk hozzá, és akkor az egyiket nem bénítja le, mint most is történt. Mert megint, hogy hol vagyunk? Igen. Fölmászunk. Fölmászol? Na, én is így gondoltam, hogy fölmászik. Erre már nem kellett volna. Mindegy, ezt az autót elviszünk, megint ugyanoda elmegyünk, hogy ilyen 100 méterre legyünk a helytől. Legyen az LMP-s pisztoly, amit használni fogunk. Mint hogyha ez hatásosabb lett volna eddigiek során. Hát... nem biztos, hogy annyira jó. Mennyien vannak kapásból? 4 itt van. Megpróbálom őket fejbe lőni, akkor láthatjátok, hogy nem kell nekik sok golyó. Ez mi volt? Ez a hatalmas nagy füst. Viszont mellé is megy néhány golyó. Újra töltés. Oké, okay. És indulunk. Ne, hol van? Azt hittem ide rakott le elém egyet. Már megijedtem. Nem, oda rakott egyet. Ha nyakát lövöd, akkor nem. Akkor nem fog meghalni. Ó-ó. Őt leütöm, a másik az le van bénítva. Gyorsan visszamegyek, azt leütöm. És mehet a hekkelés, hekkeld. Na rendben. Hú. Meg vagyunk ezzel is, a negyedik körzettel is. Kaptunk megint egy pontot. Nézzünk, felszerelés, EMP tárgyak, ugye van ilyen gránátunk. Legyen ez. Mindent ki kell próbálni egy idő után. Folytatás persze. Nézzük meg, most már elég távol vannak tőlünk. Legyen ez. Menjünk ide föl. És R1-jel tudjuk eldobni a gránátunkat. 5 darab ilyen gránát van jelenleg nálunk. És 5 darab ilyen EMP-s öv. Itt egy táska. Azt azért felszedjük. Akár töltény volt benne. Na, menjünk is tovább. Nincs több táska itt erre? Úgy látszik, nincs. És már megérkeztünk.
Elmegyek, őt kiiktatom, vagyis hát szeretném kiiktatni. Aha, megint túl messze voltak. Hiába nyomtam én el. Ez az. Újra. Megpróbáljuk újra. Viszont, hogyha most már meghalok ismételten, akkor már nem fogom újra próbálni. És akkor ezzel a videó végéhez is elérünk. Ja, majd meglátjuk, hogy most hogy fogunk eljárni. Na nézzük, itt vagyunk. Szintén. Igen, a bejárat előtt vagyunk, akkor nem messze vagyunk a bejárattól. Itt megy végig. Elmegyek én erre. Várjunk csak. Hát... nem biztos, hogy jó ötlet volt, szóval mindegy. Elmegyek én a másik irányba most inkább. Ebbe az utcába megyünk tovább. Hát én próbálom így kikerülgetni őket így szépen. De jó mellé lőttem. Megint ugyanarra ráránt. Nagyon szuper. Őt is. A másik még be van blokkolva. Egyenlőre most már nincs. Hát, nagy szerencsém volt. Eszméletlen nagy szerencsém volt. És megint jön mögöttem egy. Meg még egy. Meghalok. Meghaltam! Pedig lőttem rá egyet, de mellé ment az. Tehát akkor az Alone Digitrip, ez erről szólna, hogy ilyen robotokat kell megsemmisítenünk, miközben elérünk ahhoz a helyhez, ahol meg kell hackkelnünk a generátort, hogy visszaállítsuk az áramot a városban. Na tehát akkor igen, ez ennyi lett volna, ki kell világítanunk a várost. Köszönöm szépen a figyelmet, és most pedig vissza fogok térni, és simán. Igen, itt van külön opció, hogy ébredés, nem úgy, mint az előzőnél, hogy rámentünk. Amikor game over volt, hogy csak simán ébredés. Alone napközben használj autót a gyorsabb haladáshoz. Mindjárt fölébredünk ismételten, gondolom egy sikátorba. És visszatérünk akkor az eredeti Chicagóba. Nem a sikátorba. Hanem itt, kinn a pályaudvar mellett, ahol elkezdtük, attól egy kicsit arrébb ébredtünk fel. Na tehát akkor erről szólt volna ez az Alone nevezetű Digitrip, amit láthattunk. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, és akkor hamarosan érkezek a következő ilyen Digitrippel. Addig is, sziasztok!